Sziasztok, én Dia vagyok, ez pedig itt a DIY legújabb része. Ma banános szépségtrükköket fogok nektek mutatni, amik szebbé teszik a hajatokat, a bőrötöket, sőt még a fogaitokat is. Ha van kedvetek, akkor mindenképpen tartsatok velem! Tudtátok, hogy a banán az arcbőrötökkel is csodát tesz? Nézzük először, hogy hogyan vettetitek be a banánt a duzzadt szemek ellen. Mindössze egy darab banánra lesz szükségetek. A dolgotok csak annyi, hogy meghámozzátok a banánt, beletegyétek egy kis tálkába, aztán már csak össze kell törnötök egy villával. Ha megvagytok, akkor egy ecset segítségével vagy az ujjaitokkal vigyétek fel a szemetek alatti területre. Így biztos, hogy eltűnnek a sötét karikák. 15 percig hagyjátok rajta, aztán mossátok le az arcotokról. A banán szuper fegyver a bőrhibák ellen is. Mindössze egy banánhéjra lesz szükségetek ahhoz, hogy ragyogóvá és pattanásmentessé varázsoljátok a bőrötöket. A dolgotok csak annyi, hogy jó alaposan bedörzsöljétek a banánhéj belsejével az arcotokat, miután alaposan megtisztítottátok. Hogyha ezzel megvagytok, akkor egy kis ideig hagyjátok hatni, aztán pedig egyszerűen mossátok le. A banán a száraz bőrrel és a fogaitokkal is csodát tesz. A ragyogó mosóért annyit kell tennetek, hogy a banánhéj belsejével bedörzsölitek a fogaitokat. A kálium és a magnézium erősítik és fehérítik a fogakat. Hogyha ezzel megvagytok, akkor hagyjátok hatni egy kis ideig, aztán mossátok le a fogatokról. Télen mindenkinek szárazabb a bőre, de a banán sokat segíthet ezen. Mindössze egy darab banánra és fél uborkára lesz szükségetek ehhez a recepthez. A dolgotok csak annyi, hogy összetörjétek a banánt, az uborkát pedig reszeljétek le, és keverjétek össze jó alaposan a banánpéppel. A banánhéjban lévő vitaminok és az uborkában lévő víz nagyon jót tesznek a bőrötöknek. Sokkal puhább és hidratáltabb lesz majd a végén. Hogyha ezzel megvagytok, akkor dörzsöljétek be a száraz bőrfelületeiteket ezzel a krémmel. 20 perc múlva pedig mossátok le. A kezeteken lévő bőrt is simelve tudjátok varázsolni egy kis banánnal. Nézzük először, hogy bőrradírként hogyan lehet használni. Itt láthatjátok, hogy mire lesz szükségetek a recepthez. A banánt a megszokott módon pépesítsétek össze egy villával, aztán adjatok hozzá 2 kanálnyi olívaolajat, egy kevés citromlevet, és 2 kanálnyi nagyszemű tengeri sót is. Alaposan keverjétek össze. Hogyha megvagytok, akkor ezt a bőrradírt dörzsöljétek alaposan a kézfejetekbe. Ha azt szeretnétek, hogy sejmesebb legyen a kézfejetek és a körmeitek is egészségesebbek legyenek, akkor arra is a banán lehet a megoldás. Itt láthatjátok, hogy mire lesz szükségetek ehhez a pakoláshoz. Először pépesítsétek össze jó alaposan a banánt, aztán vágjátok félbe az avokádót, és egyszerűen egy kanállal szedjétek ki a belsejét. Ez akkor nagyon könnyen fog menni, hogyha elég érett avokádót választottatok. Hogyha ezzel megvagytok, akkor vágjátok fel kis kockákra az avokádót, adjátok hozzá a banánhoz, és törjétek össze újra. Utána nincs más dolgotok, mint jó alaposan befedni vele a kézfejeteket és a körmeiteket. A banánban és az avokádóban lévő vitaminok, a cink és a B-vitamin nagyon jót tesznek a körmeiteknek, az antioxidánsok pedig táplálják a bőrötöket. 10 perc elteltével mossátok le a kezetekről. Lehet, hogy nem gondoltátok volna, de bizony a banánt a hajatokra is lehet kenni.
Hogyha az irritált fejbőrrel szeretnétek felvenni a harcot, akkor készíthettek egy remek pakolást egy kis citromléből, olívaolajból és mézből. A banánt először törjétek össze minél pépesebbre, aztán pedig mehet bele a méz, az olívaolaj, és végül néhány csepp citromlé is. Utána jó alaposan keverjétek össze ezt a masszát, aztán egy kis ecset segítségével vigyétek fel a hajtöveitekhez. Hagyjátok rajta 30 percig, aztán pedig öblítsétek ki a hajatokból. Ha pedig a hajvégeiteket szeretnétek ápolni, arra is van egy szuper receptünk. Csak egy banánra és 10-15 csepp mandula olajra lesz hozzá szükségetek. A pépesített banánhoz adjatok hozzá 10-15 csepp mandula olajat. Ha készen vagytok, akkor vigyétek fel a hajvégeitekre. 10 percig hagyjátok, hogy hasson, aztán pedig egyszerűen öblítsétek le. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és szerezzétek be a Joy magazin legfrissebb számát, amiben rengeteg érdekességet találhattok. Sziasztok!